A Szolnok szuper ereje már a múlté, a Paks pedig minőségi légiósok igazolásával és azok megtartásával, Gyurincs edző visszahozatalával újra tényező akar lenni a hazai elitben. Ráadásul hatos győzelmi szériával magát a második helyre feltornázva fogadta a régi múlt. A piros mezes szolnokiak még nincsenek a legjobb paszban, de téved az, aki nem számol velük, mint a négybe jutás több esélyesének egyikével. Éppen az AS ellen mutatták meg erejüket, egy fél időn át szinte mindenben fölényben voltak a hazaiakkal szemben, mindenek előtt a védekezésben, és Smith valamint Jones eredményességének köszönhetően elsősorban érték el pontjaikat, miután az asét állva hagyva 22 pontos előnyre tettek szert a szünetben. Először a védekezésünk nagyon rossz volt, a 2-2 védése nagyon gyenget csináltunk, adtunk sok téret a három amerikai játékosnak, hogy ezek pedig kihasználtak nagyon szépen, amikor kellett, befejeztek, a másik pedig szépen mozogták a labdát. Szóval ott nem voltunk eleget agresszívek. A támadásban pedig nagyon-nagyon siettünk. Szóval nem tudom, hogy emlékszem, egy gólpasszunk volt. A folytatásban már az elmúlt hetekre emlékeztetően kosarazott az ASE. A váltott védekezés Smith levédekezése a palánk alatti játékban való dominálás hatására 4 pontra olvadta megtorpant Szolnok előnye az utolsó 3 percben. Ám a hajrá döntő pillanatában újra a tiszapartiak domináltak, bementek a távoliak és okos taktikus játékkal 9 pontra biztosan hozták a meccset. Smith, a szolnokiak szellemi vezére pontjárosa boldogan értékelte feletté értékes győzelmüket. Tudtuk, hogy a Paks nagyon jó formában van, nem tévesztett meg bennünket az első félidő, amelyben nem várt előnyre tettünk szert. Igen, a második félidőben már megmutatta erejét ellenfelünk, a végére maradt a döntés. Feldob mindannyiunkat, hogy kritikus pillanatokban újra mi domináltunk, mondta a Szolnok amerikai irányítója a meccs után. Shannon Evans, az ASE hátvédje, irányítója, egy picit el volt kenődve, amiatt, hogy véget ért a nagy győzelmi sorozat, de látott fénypontokat, amire tovább építhet a csapat. They came out early, and I feel like they punched us in the face. Arcúcsapásként éltem meg az első félidőt, nem is tudjuk, miért játszottunk a saját nívunk alatt. Erre részben magyarázat csak, hogy a Szolnok még most is egy erős csapat. Több igen kiváló játékossal. A második félidő rendben volt, de a meccs elment. Nincs ebből probléma, megyünk tovább ezen az úton, és a következő meccsen már a Falco ellen megpróbálunk javítani. Futottunk, és majdnem ott voltunk ezen a kapun, hogy átfordítsunk az eredményt, elfáradtunk. No és újra élesítve a Szolnok is a pályán volt.